Ebben a kísérletben ammónia gáz oldódását fogjuk szemléltetni, illetve az ammónia savbázis reakcióit fogjuk megvizsgálni. Az ammóniát tömény ammónia oldatból fogjuk előállítani melegítéssel. Ez is szemlélteti, hogy melegítés hatására a gázok oldhatósága csökken, és így a melegített lombikból szépen ammónia gáz fog előtörni. A fejlesztett ammónia gáz ebben a lombikba fogunk fölfogni. Mivel hogy az ammónia kisebb sűrűségű a levegőnél, ezért a fejlődő gáz majd szájában lefelé tartott lombikba fogom felfogni. Ezek után, miután ezt a gázt felfogtam, a lombikba belerakok egy olyan dugót, egy olyan gumidugót, amelybe előtte egy üvegcsövet raktunk, és ezzel zárom be a lombiknak a száját. Majd ebbe a csőre, ebből a kádból egy csepp vizet fogok juttatni, amit belerázok a lombikba. Ennek hatására a lombikban lévő ammónia szépen oldódik az egy csepp vízben, így a nyomás a lombik belsejében lecsökken. Újra visszarakva a lombikot fejjel lefelé az üvegkádba, elengedve az üvegcső száját, a víz szépen föltör a lombikba. Ahhoz, hogy itt a savbázis tulajdonságot is megvizsgáljuk, a kísérlet elején az üvegkádban lévő vízbe fenoftalen indikátort csöpögtetek. Ez a fenoftalen fogja jelezni a lombikba feltörő víz kémhatás változását. Akkor most kezdjük el a kísérletet. Elsőként megmelegítjük tömény ammónia oldatot. Szépen látszik már a lombikban a melegítés hatására gázfejlődés. És hát akkor kezdjük el felfogását a lombikban. Ugye itt egy színtelen, de hát elég szúrós szagú gáz fejlődik, hogy mikor lesz tele a lombik, azt onnan fogjuk megtudni, hogy a lombik szájához alulról tömény sósavas pálcikát tartunk. A felszálló fehér füst, az ammónium klorid jelzi, hogy gyakorlatilag a lombikunk megtelt gázzal. Itt a melegítést abba hagyjuk, és bezárjuk a lombikot ezzel a bizonyos üvegcsővel. Most a kísérletnek az a része, amikor egy csepp vizet juttatok az üvegcsőbe, és ezt belerázom a lombikba, majd újra visszahelyezve a víz szépen föltör a lombik belsejébe, és a fenoftalány pedig a piros színével jelzi a kémhatás lugosra változását. Láthatóan a lombik szinte teljesen megtelt vízzel, ugyanis az ammónia a vízben olyan módon oldódik, hogy egy csepp víz 800-szoros térfogatát képes az ammóniának feloldani, ezért itt a lombikban gyakorlatilag légüres tér, majdnem vákum alakult ki. Az ammónia oldódása kémiai oldódás. A kémiai oldódás arról szól, hogy maga az oldódó anyag reagál az oldószerrel. Írjuk fel ennek az egyenletét. Ammónia, egy gázhalmaz állapotú anyag, reagál az oldószerrel, azaz a vízzel, folyékony. A reakció során savbázis reakció játszódik le, amelyben az ammónia lesz a bázis, a víz pedig savként van viselkedni, a részecske átmenet. Úgy történik, hogy a vízről egy proton átvándorol az ammóniára. Az ammóniából így ammóniumion képződik, amely most már oldott állapotban van, ezért akvával jelöljük, és a vízből pedig visszamarad a hidroxidion, szintén ugye oldott állapotban, ezt pedig okozza a vizes oldatnak a lugos kémhatását, amit ugye láthattunk a fenoftalány piros színéből.